Köszöntöm a kedves komáromiakat. Nagyon sok észrevételt, javaslatot kaptam még a tavalyi esztendőben, hogy kevés program van a városban, kevés koncert volt, kevés kulturális lehetőség, de hát ne felejtsük el, hogy még tavaly március 15-ig még maszkot kellett hordanunk zárt terekben, tehát hogy sajnos még a koronavírus járvány nagyon befolyásolta ezeket a lehetőségeinket, de hála jó Istennek az idei évben azt nem mondom, hogy áttestünk a ló másik oldalára, de hogy közelítünk hozzá, az biztos, hiszen egymást érik a színesebbnél színesebb programok a városban, és úgy fogalmaztunk, hogy nyári fesztivált is szerveztünk, hiszen minden nyári hétvégére jutott program, akár a városközpontban, akár valamelyik erődünkben, tehát azt lehet mondani, hogy a kulturális tereink azok mind-mind benépesültek, hol gyerekprogramok, hogy könnyűzenei koncertekkel, hogy kiállításokkal, akár a generációk házában is, hol egyéb kulturális programokkal. És hát azt lehet mondani, hogy a nyár végeztével egy szép napos ősz köszönt ránk, úgyhogy az őszi fesztivált is megnyitjuk, tehát ősszel sem maradunk programok nélkül Komárom városában. Ugye ez születi fesztiválokat is hordoz magába, szeptember közepén Koppánymonostron lesz, születi felvonulás, születi bál, születi nap. Nagyon sok rendezvényt tartunk, és nagyon köszönöm a komáromiaknak, hogy egyre jobban benépesítjük a mozinak a nagy termét, amikor olyan vendég érkezik hozzánk, aki azt gondolom, hogy tényleg népszerű, és sokan szeretnénk látni. Ilyen lesz Bagdi Emőke előadása is, és már most azt lehet mondani, hogy néhány óra alatt elfogytak rá a jegyek, úgyhogy arra biztatom a komáromiakat, hogy kísérjék mindig figyelem ezeket a programjainkat, hiszen nagy neveket fogunk hozni, Dolhai Attila is érkezik majd hozzánk, vagy akár Bónódi Eszter a moziba majd a különböző programokra, de az Erődben is ugyanúgy színházi előadások lesznek, hadijáték, kutyakiállítás, tehát számtalan rendezvénnyel várjuk majd a komáromiakat az ősz folyamán is. És hát miért is vagyunk most itt Szőnyben, a Szőnyi Kultúrháznál, hiszen ezen a hétvégén fogja megnyitni a kapuit már pénteken egy rendezvénnyel a Szőnyi Falunap, Szőnyi Születi Nap, de arra is mindenkit invitálunk, szeretettel várunk, nagyon készülnek a szőnyiek, nagyon készülnek az itt élők is, a kultúrháznak a vezetői szervezői is, kulturális egyesületnek a vezetése is, úgyhogy nem csak a szőnyieket természetesen, hanem minden komáromit vagy akár bárhonnan hozzánk érkezőt szeretettel várunk a színes kulturális programokon, megmutatják magukat a szőnyi óvodások, bölcsisek, kisiskolások, a Duna Népdalkör, a szőnyi civil közösségek, itt lesz velünk a Kemence Egyesület, és azt lehet mondani, hogy számos olyan program, a szőnyi horgászok és mindenki, aki fontosnak tartja Szőnynek a mindennapi életét, sportprogramokkal, focikupával, horgászversennyel egybekötve, és azt is el tudom mondani, hogy a végén pedig olyan koncertkavalkád lesz, amelyen Wolf Kati fog fellépni, vagy a sokunk által ismert Exotic együttes, akinek ugye Sipos F. Tamás volt az énekese, és hát a Trabanton szállni élvezett című száma, azt gondolom, hogy örökre beírta magát a magyar poprock történetbe. Hát mindenkit várunk a szeptemberi rendezvényeinkre, most hétvégén ide a Szőnyi Kultúrházba, hiszen ne felejtsük el, hogy Komárom határtalanul jó.